Na sziasztok! Most újra egy kis díszhalas videó. Hát, amint látjátok, megint születtek kis guppik. Most adok nekik egy ilyen fagyasztott eledel, ami természetesen fel van oldva. Ez a Kyklops, ez tulajdonképpen ez rák. Ilyen mini ereség, főleg ilyen újszülötteknek. Látjátok, ahogy adagolom be nekük így. Ilyen kis jégkockákban vannak, és ezt feloldom vízbe, és így adagolom nekik ezt a rákot tulajdonképpen. Ezektől nagyon jó fejlődnek. Láttok egy pár nagyobbat is a kisebbek között. Hát ez azért van, mert azok körülbelül egy hónaposak, és a többi pici, azok durván egy hetesek. Öt naposak, azt hiszem. Az a lényeg, hogy ahogy fejlődnek, ahogy akad egy-két ilyen erősebb, jobban fejlődik, és már úgy túlméretezett a picikhez képest, azok átkerülnek ide. Természetesen legyen akkora, akkor kerül ide be, hogy már ezek a nagyok ne tudják megenni. Na biztos láttok közöttük most olyanokat, amik szintén úgy lehet mondani, hogy ilyen kisebbek. Nemrég kerültek ide, van vagy 7-8 darab azokból a kisebbekből, amik nemrég kerültek ide. Itt is, ahogy tovább fejlődnek, sőt, hogyha megint születnek, de nem tudom én se, hogy minek. Hát nem akarom én szaporítani, szaporodnak ők maguktól, ez a helyzet. És amikor látom azt, hogy egy-egy ilyen kifejlett példának nagyobb a hasa, hát akkor rakom külön. És akkor mert valahogy sajnálom. Így is nem marad meg az összes, mert az anyaguppi is eszik meg belőle, nem egyet, nem kettőt, meg pusztulnak is el, de hát azért marad meg. Úgy nézzétek meg, hogy ez a sok guppi, ez 4 darab guppival kezdődött, de ezt már mondtam azt hiszem egy korábbi videóban is, 4 darab guppival kezdődött az egész. Hát persze azóta voltak pusztulások és születések, az folyamatos. Hát a születési és a pusztulási arány az nagyjából ilyen 80-20%, tehát a születés javára. Hát körülbelül, tehát van egy ilyen 20%-os pusztulás, én azt hiszem, hogy ez normális. Azt is tudom, hogy ez a két pici akvárium, ez hogy mondjam, tehát inkább úgy mondom, hogy hát nagyobb hely kellene már a guppiknak is, hiába egy kis testű díszhalakról van szó, de hát így alakult. Hát majd valami lesz velük. Nem tudom, egyelőre ez van. Na, ennyit akartam mondani. Még adok egy kis rákat a piciknek. Akkor lassan elbúcsúzom. Na sziasztok, további szép napot mindenkinek!